Sziasztok! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök ma is. Beszéljünk majd pár szót az elengedésről, a megengedésről és az elfogadásról. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Gondoljuk végig. Jó. Elfogadás, aztán megengedés és elengedés. Jó? Gondolkozz el azon, hogy neked mit jelentenek ezek a szavak. Aztán pedig azt is elmondom, hogy nekem mit jelentenek. Először is szeretnék veletek valamit megosztani, egy nagyon érdekes dolgot. Barátnőmmel beszélgettünk augusztusban, és arra jutottunk, hogy az élet értelme csak annyi, hogy legyünk. Tehát nem kell erőltetni semmit, nem kell megmutatni se semmit, hanem csak legyünk, és boldogan legyünk. Mondhatni, feszültségmentesen, könnyedén létezzünk. Ez lenne a lényege, ugye az életünknek, plusz az, hogyha tehetjük, és miért ne tehetnénk, segítsünk másokat is. És amikor ezt mondtam neki, ő egyetértett ebben, és mondta, hogy követ egy embert, a kis Balázs Kúnot, majd beírom ide alulra, jó? És hogy ő csinál ilyen Ilyen elvonulásokat is, meg van neki ilyen elemzés, asztrológia, és ugye már arról beszéltem nektek, hogy milyen fontos az asztrológiai um, csartot megcsinálni. Tehát, um, és akkor én arra jutottam, hogy um, igazából rákerestem erre az emberre. Uh, a Facebookon, és nagyon megfogott az energiája. Tehát nem néztem meg, mert utána láttam, hogy a YouTube-on is vannak neki videói, de nem néztem azt meg, csak így maga megfogott az energiája, ami így jött belőle, és akkor azt mondtam, hogy jó, én befizetek erre az asztrológiai, ez valami. Nem asztrológia, nem asztrofizikai elemzés, a csillagképek elemzése lesz, tehát nem konkrétan a csillagjegyegy, jegyed elemzése, hanem a csillagképednek a, az elemzése. ezt ő meg is csinálta, nagyon érdekes, 23 oldalas volt, de nem is ez a lényeg, hanem azt, hogy hogyan is történt ez. A barátnőm mondta, hogy igazából ő így rá is hangolódik az emberekre, tehát nem tudod megadni a pontos évszámodat, az se baj, mert ő úgy is rá hangulódik. És elmondanám, hogy ez is történt, egyik este, már 10-11 között lehetett az idő, ez nagyon megmaradt bennem, ez történt velem, tehát így már, már alváshoz készültem, tehát már az ágyba voltam, és éreztem, egy, tehát egy olyan víziót láttam, mint ezt az asztrológiai ugye, csartot, amikor ezt így hirtelen látod, így bevillant, így kb. itt fönt a melkasomon, aztán meg lejjebb így a gyökércsakrámnál. Ott pedig egy olyan érzést éreztem, amit a fénynyelvhez tudok hasonlítani, igazából, mintha információt szívtak volna ki belőlem. De ez az egész kb. egy-két másodperc volt. Tehát egy-kettő, ennyi volt az egész, aztán el is múlt. És tehát több időbe telett ezt így elmondani, mint megtapasztalni és akkor gondoltam mindjárt, hogy aha, na most akkor most csinálja majd meg az én elemzésemet, tehát most olvasott le engem. És így is lett, tehát utána nem sokkal meg is kaptam az elemzésem. Ez nagyon érdekes, kíváncsi lennék, hogy másnak volt -e ilyen tapasztalása ezzel kapcsolatban. És miért is hoztam ezt fel? Azért, mert a, megen, a azzal az asztrológiai csartal együtt meg lehet rendelni egy könyvet, az ő könyvét, aminek az a címe: Hogyan a rom. És ez nagyon vicces, ugye, mert arról már beszéltem, hogy á, nem kell, hogy mindig visszaigazolást kapjunk, meg rakjuk már félre a könyveket, és hogy próbáljunk tényleg a, a tapasztalásból merítkezni, hiszen mindegy, hogy hány könyvet olvasol, ez az most vagy rezonál az ismeret és tudás anyagoddal, és tapasztalat anyagoddal, vagy nem. Tehát a könyvek arra jók igazából, tanulni lexikálisan lehet belőle persze, meg úgy, hogy legyen információnk a dologról, de, de ugyanakkor a tapasztalásunkba nem fog segíteni, maximum annyiban, hogy van egy, ha, ha nyitott vagy rá elégi, akkor van egy újfajta nézőpontod, ugye? Ezért jó a könyv. De mindegy, tehát megvettem ezt a könyvet, bele is olvastam, aztán végül ki is olvastam, voltak részek, amiket ugye könnyedén megértettem, és egyet is értettem, és volt, amivel nem értettem egyet, vagy nem értettem mindjárt meg, de itt a könyvnek is az a lényege, hogy mindenféle erőfeszítés nélkül létezni, és igazából ezt is tanítja, de ez most nem neki program. És ugye így kapcsolódunk vissza a témánkhoz, ugye, ami nagyon fontos, amit mondtam is, a sorrend az ugye elfogadás, megengedés és elengedés. Tehát, ugye ez abból jön, hogy mindig mondjuk, hogy á, enged már el, ne foglalkozzál már vele, meg minden. És ezt hogyan tudjuk igazából megtapasztalni? Hát ugye ezt már sokszor mondtam, hogy semmiképpen nem az agyunkkal, hanem a szívünkkel. A megengedés állapota az nem egyenlő a feladással, de el kell tudni fogadnunk azokat a helyzeteket, amikbe benne vagyunk. Fel kell őket ismernünk, szembe kell velük néznünk. Ez nem azt jelenti, hogy továbbra is abban akarunk maradni, és nem azt jelenti, hogy mivel elengedjük, elfogadjuk, hogy ezt hagyjuk, hogy ez a helyzet továbbra is így zajl, tehát folytatódjon, de minden esetre szemben nézzünk vele, és itt van az első öm, dolog, amin elcsúszik az ember, ugye azon, hogy jó, öm, elismerem, de az elismerés öm, általában mi összekötjük valahogy az elfogadással és a beletörődéssel, hát ez nem az. Tehát öm, elismerem, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudok kellene tenni. Hogy tudok ellenet tenni? Nem úgy, hogy még jobban kapálózom, ugye, hogy kiöljek bármilyen helyzetről beszélek, mert minél jobban agyalunk rajta, minél jobban dolgozunk azért, hogy kiöljünk fizikálisan, teljesen mindegy, hogy hogy, egy helyzetből, annál jobban belekeveredünk, hiszen ott fo oda fókuszálunk, oda megy az energiánk. Mondhatni, hogy igaza volt az, az embernek azt mondta, hogy leszarom. Tehát tényleg magyarám. Ezt tudnám mondani, hogy nem leszarjuk, hanem megengedjük, hogy megtörténjen velünk. És azáltal, hogy te ennek nem adsz energiát, ezáltal ki fogsz belőle jönni? Ezt tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, tehát vagy próbáljam még jobban ezt elmagyarázni. Tehát például ez, a, ez azzal kapcsolódik igazából össze, amikor... Mindig azt mondom, hogy azt válaszd, ami a legkönnyebb a számodra. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy a, leg, a könnyű kiutat keressük a dolgokból, hanem ami a szívednek a legkönnyebb. Tehát ami, ami, ami a szívedet boldoggá teszi, amit szívesen csinálsz, az lesz számodra a legkönnyebb. Na, azt kell keresni. Abba kell belekapaszkodni egy ilyen helyzetben, hogy legyen egy olyan dolog, ha más nem. Ez már egy jó út arra, hogy, hogy kilépjünk a a mocsárból, a lelki testi szellemi mocsárból, amiben esetleg tengödhetünk. Fel kell ismerni, hogy igen, ez van, el kell fogadni, és azáltal, hogy te ezt elfogadod és nem küzdesz ellene, nincsen ellenállás se fizikailag, se szellemileg benned, ezáltal a helyzet tovább fog lendülni. Lehet, hogy először a rosszabb irányba, lehet, hogy a jobb irányba. Na, és akkor itt jön be a megerősítés, ugye, A beszéltünk a megerősítésekről is, hogy az miért fontos, és miért jó, ugye, mert az kb. ilyen nullán tartja az embert, mondhatnám, ez, az adja meg az alapokat. Tehát, ha van egy ilyen megerősítésed, egy programozásod, ami fut már benned, akkor valószínű, hogy nem a mocsárba fogsz visszaesni, még jobban visszaesni, hiszen nincsenek benned, vagy kevésbé vannak már benned, olyan önpusztító módszerek, gondolatok, amiket csinálsz, hogy tehát ez tényleg kiteljesüljön, amikor ugye megengeded. De gondolj bele tényleg, hogy az agyalással, a gondolkodással, a sakkozással sikerült-e bármit is tényleg megoldani az életedben. Ezt tényleg gondold át. Vagy pedig egyszerűen tényleg csak hagyni kellene az életed, hogy megtörténjen. Um, és, és igazából csak élni. Na most, ugye, legyünk, tegyünk föl egy, egy példát, mondjuk nagyon rossz a munkahelyed, és utálod, és, és ugye egyfolytában nézed az új munkahelyeket, mondjuk lehet, hogy nem jössz ki még a munkatársaid, de az kevés a pénz, és akkor ugye nézed, keresed, 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 ezáltal ugye egy ellenállás gerjesztesz magadban, mert ugye nem fogadtad el, nem, fog, nem is akarod elismerni. Sőt, itt igazából az affirmáció, a megerősítés még ellened is dolgozhat mert, ha mi, dolgozhat, mert ha minden nap azzal kelsz fel, hogy te jó a munkahelyem, szuper, imádom, de közben utálod, tehát nem tudod ezzel átbillenteni legbelül a lelkedet, hogy valami olyan kapaszkodó talaj benne, ami miatt el tudod fogadni, ezáltal ugye hazudsz magadnak, és ezáltal magad ellen fogsz dolgozni. Tehát jó, tegyük azt, mit lehet ilyenkor csinálni? Azt lehet csinálni, hogy jó, utálom. Utálom ezt a munkáját, kimondod, elfogadod. Ez nem azt jelenti, hogy benne fogsz örökre maradni, sőt, keresni is lehet, de nem pánikszerűen. El kell fogadni, meg kell tapasztalni, és meg kell tanulni elfogadni ezzel a diszkomforttal járó érzéseket is kezelni kell tudni őket. Tehát ez, ez is még egy hatalmas gyakorlat és tapasztalás. És amikor el tudod fogadni, hogy benne vagy a trutyiba, és mondhatni, hogy kerestél, de már föladod, már nem keresel, valószínű, hogy akkor fog valami jönni. És ha nyitott a szíved, és tényleg mered követni azt, ami jól esik a szívednek, valószínűleg egy olyan dolog fog jönni, ami, ami neked nagyon kézenfekvő. Ezt jobban, szavakkal nem tudom elmondani. Példákkal nagyon szívesen, és ha van ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésen, nyugodtan keressél meg, csak így akár írja nekem ide a YouTube-ra, mert igazából ennek vannak ugye mélyebb rétegei is. Csak így nem nagyon tudom, hogy hogyan, hogyan közelítsem meg, hogyan kezdjem el ezt a témát. Tehát, hogy, hogy mindenki számára megérthető legyen. De, de a lényege ugye az, hogy elfogadjuk, felismerjük, elfogadjuk. Igen, szar, szarba vagyok. Jó, nem kezdek el pánikszerűen kapálózni, mert akkor annál jobban benne leszek a szarba. Az agyam úgyse fog ö, tudni kihúzni, hiszen mondhatjuk, hogy a eddigi tudásom által jutottam el ebbe a szarba, vagy a döntéseim által, tehát az, az, nem fog segíteni. Másokat lekövetni, se biztos, hogy fog segíteni, az csak nem valamiféle üzleti dologról van szó, mert ők is máshogy tapasztalnak, és megint csak nem biztos, hogy azt el tudod fogadni, el akarod fogadni, vagy le tudod-e, vagy le akarod-e követni. Ha nem, itt magad fog kihúzni téged ebből, azzal, hogy elfogadod, és hagyod, hogy az élet szinte kisodrój, kisodorjon ebből a helyzetből. Ez tudom, hogy nagyon fura, hiszen pont azt tanuljuk mindig, hogy, hogy küzdjünk és tegyünk. És én is ugye mondtam ezt, hogy legyél kreatív, hogy csinálj dolgokat, és ezt a mai napig uh, mondom, mert ahogy mondtam, ez az alapod. Tehát ez az alapod, hogy te azért csinálsz valamit, de nem feltétlenül azért csinálsz valamit, hogy, uh, hogy a szíved öröme miatt csinálod. Tehát nem mindennek kell, hogy legyen, nem azt mondom, hogy értelme, de anyagi, anyagi, értelme? Mi erre a jó szó? Tehát anyagilag nem, tehát nem mindent kell az anyagiak által leszűrnünk. Próbáljuk szűrni ezt a szívünk által, jó? Hát igazából ezt szerettem volna ma elmondani, jó elhúztam, mást és akartam amúgy mondani. Na hát igazából, ja, elmondtam minden nagyjából. Még azt tettem volna ugye kifejteni, hogy, nem, hát, hogy ne tervezzünk előre a félelem miatt, tehát hogy mi lesz majd, ha... Hmm. Az nem azt mondom, hogy dobjuk el ugye a józan paraszti észt, de mindenféle teljesen unrealisztikus helyzeteket ne tervezzünk be magunknak, meg ne, ne vonzzuk be magunknak. Próbáljunk áramolni. A, a tiszta szívvel áramolni, elengedni, megengedni. Um, mi az, amit szerettem volna mondani? Um, hát igazából ezzel a tévával kapcsolatban ez lett volna a lényeg. Tényleg komolyan mondom, hogyha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keressél meg, um, A gondolod, küldök neked csak így egy privát videót, tehát azt nem fogom itt megosztani mindenki előtt. Ez, ezt szeretném, ezt szerettem volna ma e, megosztani veletek, Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mostantól, amire fókuszálni fogunk, az a könnyedség, és gyakorlatokkal fogok jönni, jó, meg hogy megtapasztaljuk a könnyedséget. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, csodálatos napot kívánok nektek, sziasztok!